szeptemberben került ki, de még most is aktuális az útmutató a beiratkozáshoz. A Nyíregyházi Egyetemen még tart a távoktatás, de szeptembertől újra megtelnek a folyosók és az előadótermek. Nem ez lesz az egyetlen változás. Augusztustól az állam helyett a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány fenntartásába kerül át. Az intézmény rektora azt reméli, hogy mindenki számára előnyös lesz a váltás. Kikerülünk a költségvetési intézmény merev rendszeréből, és talán rugalmasabban tudunk a piac igényeire reagálni, illetve hát egy szabadabb mozgástért ad lehet, vagy tesz lehetővé több területen. Bízunk abban, hogy a béreket is jobban tudjuk rendezni, és ugyanazok az autonómiák, jogok megmaradása mellett egy rugalmasabb piachoz jobban igazodó rendszer tudunk létrehozni. Hallgatók szempontjából úgy gondolom, hogy semmilyen negatív hátrány nem fog őket érni, hiszen az állammal egy hosszú távú stratégiai megállapodást fogunk kötni, ami kapcsán az állami finanszírozású helyek ugyanúgy meg fognak maradni. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Mészáros József, a Magyar Államkincstár korábbi elnöke, tagjai pedig Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, Sanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, Bárány László a Master Gucci csoport tulajdonosa, és Kovács Barnabás a Széchenyi Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjának vezetője. A kuratórium elnöke azt mondta, a Nyíregyházi Egyetem jövője biztosított. Legalább három kitörési pont van az egyetem számára. Az egyik a pedagógus képzés, hiszen ugye ez mindig is célja volt az egyetemnek. Ugye a régiónak szüksége van elkötelezett pedagógusokra. A másik a műszaki képzés, és ennek egy specialitása, amelyben ugye igazából Nyíregyháza a piacvezetés az egyetlen szereplő, ugye ez a légügyi mérnökképzés, amely szerintem eddig is kiválóan teljesített, és reményeink szerint még jobban fog teljesíteni, és a harmadik az üzemmérnökképzés, hiszen a régióban szükség van olyan műszaki szakemberekre, amelyek a Nyíregyházára ideáramló vállalkozásokat ki tudják szolgálni, és megítélésünk szerint egy fejlesztési spirált leszünk képesek elindítani, hiszen ha több vállalkozás jön Nyíregyházára, az segíti a felsőoktatást. Ha a felsőoktatás jól teljesít, akkor még több vállalkozás tud Nyíregyházára, illetve a régióba jönni. Az egyetemi átalakítást országos szinten kormánybiztos felügyeli. Stumpf István, korábbi alkotmánybíró azt mondta, a váltás nagy lehetőség Nyíregyháza és térsége számára. Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy megmutassa Nyíregyháza azt, hogy egy regionális tudásközpont. És én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a vidékfejlesztéshez hozzátartozik az is, hogy megpróbáljuk itt tartani az értelmiséget, és az itt felnövő diákjaink számára minőségi tudást adjunk, és ne kelljen elmenni három várossal arrébb vagy a fővárosba. Tehát egy jövő fejlődés szempontjából a térség népesség megtartó képessége szempontjából fontos, hogy itt jó minőségű oktatás folyjon, és ehhez járul hozzá ez a modellváltás is. Az alapítvány 2021. augusztus 1-től veszi át a Nyíregyházi Egyetem fenntartását. Ezzel együtt első lépésként szeptembertől 15%-os, januártól további 15%-os béremelést terveznek a felsőoktatásban.